Egy különleges vacsorára kaptak meghívást Salgó Tarjáni fiatalok és idősek a Fészek étterembe október 7-én. A vendégsereg feladata az volt, hogy bekötött szemmel fogyassza el többfogásos menüjét. A fehér bot hete alkalmából a vakok és látássérültek mindennapjait ismerhették meg azok, akik részt vettek a Nógrád megyei család esélyteremtő és önkéntes ház, valamint a vakok és gyengéllátók Nógrád megyei egyesülete érzékenyítő programján. Egyszer megkérdezték, hogy szerintem mi a legnagyobb kitolás kaja, de éppen azért igyekeznek ezt nem megcsinálni vakon. Mondtam, hogy a milánói sertésborda, ez az egyben a spagetti tésztával, középen a szósszal, sok sajtszórással a tetején. Tehát, hogy az egy olyan kaja, igen, amit meglehetősen látványos, hogy hogyan fogyaszt az ember úgy, hogy éppen nem látja. Pláne gyakorlat nélkül, mert ez a legérdekesebb, hogy gyakorlati szempontból mit tudsz összehozni. A vendégeket a látássérült Súlyog Péter és társa Feisthammel Viktor fogadta. Súlyog Péter egyedi humorán keresztül mutatta be azt, hogy hogyan lehet látás nélkül is teljes életet élni. Péter arra is rávilágított, hogy a többségi társadalom sajnálata helyett sokkal inkább szolidaritásra és toleranciára van szükség. Az előadó a vacsora sikeres elfogyasztásához is jó tanácsokkal szolgált. Az étkezés ilyen szempontból egy kicsit olyan, ugye, mint egy építőipari közbeszerzés. Minél közelebb vagy a tálhoz, annál kevesebb lesz a veszteséged. Tehát, hogy meg kell próbálni ráhúzódni a központra, mert a jutalékot útközben leveszik. Tehát, amikor az ember a levest szedi, érdemes odatolni a tányért egészen ütközésig a tálhoz. Az esélyteremtő és önkéntes ház egyébként 5. alkalommal szervezte meg a láthatatlan vacsorát Salgó Tarjánban. Az év többi napján számos ehhez hasonló programmal járják a megye településeit. Ezekkel az esélyórákkal elsősorban a fiatalokat szeretnék érzékenyebbé és elfogadóbbá tenni a fogyatékkal élő társaik, az idősek vagy éppen a kisebbségi csoportok iránt.